Apám, ezek állatok, de nagyon tudnak. Bozok és Lipóci! Beszarsz! Haló? Szevasztok, Lipóci vagyok, már kicsit ittam, és végre valahára ismét találkozunk. Yes! Voksán Virág, és Bozóki. Viru, vagy Virág, hogy hívhatlak? Ahogy szeretnél. Ahogy jól esik, imádunk. Virág, imádunk, mindig látunk téged. Virág, igazából az alapterv az volt, hogy mi mostanság lányoknak a mellét írjuk alá, de tiéd annyira gyönyörű és annyira szerelmesek vagyunk belé, hogy nem merjük összecsúnyítani. Ez már a védjegyem, mint a popsi, meg a szám. De gyönyörű vagy. Tehát imádunk a szép magyar lányok. Szóval most kivételesen arra kérnélek meg, hogy engem írj alá. Jó, nagyon jó, hoztam egy filcet. Nem tudom, mimet írod, hasamat, seggemet. Nem, a testemet kell aláírnod. Testemet. Mit tudom én, seggemet nem írod alá, Virág? Az nagyon nec? Hát, ha leborotváltod előtte, és nem szőrös. Hát, megnézed? Meg én? Jó, odaadom Andornak. Csak fogjad. Várj, mindjárt megnézzük, hogy elég jó-e a seggem. Várjál, kipróbáljuk. Virág, belefér? A seggemet végre. Úgy, hogy most keltem föl, egész úton aludtam. Szép nagyot és egy virágot is kérek. Wow! És egy virág. Úristen! Közelíts rá! Nagyon jó lesz! Figyelj, most nehogy megmosd magad. Most egy jó napig nem fürdök. Várjál, megmutatom, igazi perverz állat vagyok. Két dolgot kérek virágtól, egy puszit meg egy ölelést. És figyelj, egy jó magyar ölelés azért. Köszönöm szépen. Szerintetek elég beteg állat vagyok? Vagy nem? Nem, nem tudom. Nem, még nem elég. Még nem? Virág, többet. Majd a műsor végén. Bocsánat. Ezek nem szaroznak jobb, ha tudod. Ez a Katapult DJ. De látsz, hogy itt van valami csöcsöltet, ne csináld már. Na várjál. Van barátod? Miért is? Ilyen kurva jó néznek az így barátod, ne szabadsz már. Nem kell.